Presley 18 éves volt, amikor egy Rolling Stones dal megváltoztatta az életét. Ekkor még drogdíler volt, viszont később a keresztény zene egyik ismert zenekarának a tagja lett. Az elmúlt 20 évben Russ Lee a keresztény zene egyik meghatározó hangja volt. A 90-es években egy kortárs keresztény zenekarban a New Songban énekelt. Ezután egy ideig szóló karrierbe kezdett, majd 2009-től ismét a New Song frontembere lett. Úgy érzem, most sokkal inkább a szívem mélyéről tudok szólni a valóságról és az életről. Jobban megértem azokat az embereket, akiknek énekelek, akik felé szolgálok, mint korábban. Russ a zene segítségével hirdeti az evangéliumot, ennek oka a megtérésének történetében rejlik. Gyermekkorában az édesanyja mániás depresszióban szenvedett, az apja pedig alkoholista volt. Sok fiúhoz hasonlóan Russ is felnézett az apjára, az ő példáját követte. Mivel apám ivott, úgy gondoltam, hogy ezt egy férfinak ki kell próbálnia. Ezért én is inni kezdtem. Persze nem otthon, nem akartam, hogy a szüleim rajta kapjanak. Máshol is lehetett alkoholt szerezni. Ekkor 13 éves voltam. Nem azért ittam, hogy részeg legyek. Természetesen részeg lettem, de nem emiatt ittam. Csak úgy gondoltam, hogy ez valami felnőttes dolog. A középiskolában minden vágya az volt, hogy beilleszkedjen az idősebbek közé. Volt 2-3 srác a suliban, aki gitározott. Zenekaruk volt. És úgy gondoltam, hogy eszméletlenül menők. Ittak, füvestek és drogoztak. Én is így tettem, mert azt gondoltam, hogy amit ők csinálnak, menő. Hozzájuk akartam tartozni. 15 évesen szívott először füvet, 2 évvel később már speedet és marihuánát árult a csomagtartójából. Senkit nem próbáltam rábeszélni a drogra. Azokat kerestem meg, akikről tudtam, hogy már benne vannak. Olyan szövegeket mondtam, amiket a dílerek szoktak, hogy hé, igazán jó füvet akartok? Akkor próbáljátok ki az enyémet, elképesztően jó. Nézzétek, milyen cuccom van, kolumbiai. Ez valami fantasztikus, velem aztán jó üzletet csináltok. Élvezte a pénzt és a dílerkedéssel járó veszélyérzetet, de valójában Isten iránti haragja irányította. Nehezteltem amiatt, hogyha Isten szeretne, akkor miért hozna ebbe a helyzetbe? Miért adna ilyen szülőket? Másokat biztosan jobban szeret, mert nekik jó családjuk van, jól megy a soruk. Nem kell azt tenniük, amit nekem. Russ gitározott a helyi klubokban, ahol gyakran italban fizettek. Érettségi után azonban úgy érezte, hogy az élete rossz irányba halad. Egy éjszaka, amikor éppen hazafelé hajtott, hallott a rádióban egy dalt, amely felnyitotta a szemét. Mick Jagger és a Rolling Stones játszotta a Satisfaction-t. Ekkor kezdtem megérteni, hogy ez a problémám. Semmiben nem tudtam megelégedni, pedig mindig ezt kerestem. Olyan volt, mintha az igazság arcul ütött volna. Emiatt éreztem magam annyira kényelmetlenül, elégedetlenül, mert kerestem valamit, ami kielégíthet, megelégíthet. Soha nem találtam meg. És így szóltam. Istenem, nem tudom, ki vagy. Csak annyit szeretnék tudni, létezel-e, és törődsz-e azzal, hogy élek. Mutasd meg nekem. Nem tudom, hogy találhatnék rád, de ha te akarsz, megtalálsz. 2 nappal a történtek után váratlan látogatója érkezett. Egy barátom volt az, akivel együtt nőttünk fel, akit mindig irigyeltem. Tökéletes volt a családja, a barátnője. Úgy tűnt, tökéletes az élete. Soha nem járt még nálam. A szüleim nem engedték volna neki. Elmesélte, hogy ő sem tudott megelégedni semmivel. Mára viszont megváltozott, mert átadta az életét Jézus Krisztusnak. Megrendültem, szóhoz sem jutottam. Ez volt az utolsó dolog, amire számítottam. Ha Billy Graham jelent volna meg az ajtóban, az kevésbé lepett volna meg, mint ez a srác ezzel a történettel. Hihetetlen volt. Tudtam, hogy Isten küldte. Csak ő küldhette. Vasárnap elment a fiúval gyülekezetbe. Mielőtt még a pásztor megtérésre hívhatta volna az embereket, előre szaladt, és átadta az életét az Úrnak. A szüleim ugyanazokkal a gondokkal küzdöttek, mint korábban. Még teli volt a kocsim csomagtartója mindenféle drogokkal, ott a gyülekezet parkolójában. Még mindig voltak kérdéseim. Azon a napon nem a körülményeim változtak meg, hanem én magam. Az egész gondolkodásmódom. Éreztem a bűnbocsánatot. Éreztem, hogy szabad vagyok. Olyan érzés volt, mint aki előtt ott áll az egész világ, akinek vannak lehetőségei, és a megváltójának ki van tárva a karja. Ez volt életem legcsodálatosabb napja.
Russ és felesége Mary 26 éve házasok, három csodálatos gyermek szülei. Minden nap rádöbbenek, hogy az életem Isten jó kedvéből származó ajándék. Mert tudom, hogy mi az, amit érdemlek, és hogy mit kaptam ehelyett. Az évek során Russ világszerte megosztotta másokkal a történetét, és ezreknek segített döntést hozni Jézus Krisztus mellett. Amikor az ember kereszténnyé válik, egyszerűen átadja az életét Jézusnak. De amikor nem hívőként gondol erre, hogy átadjam az életemet valakinek, na ne, így már semmi jó nem fog velem történni. Bámulatos, hogy Isten ránk vonatkozó terve mennyivel jobb annál, mint amit mi terveznénk magunknak. Azt szeretném, hogy minél többen megismerjék Jézust.